Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Jala Jászmin Grace vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Már a belső tereken dolgoznak, jó ütemben halad a Szekszárdi Tudásközpont építése. Korszerűbb és olcsóbb menetrend, 10 év után változtatnak a buszok közlekedésén. Kábítószerellenes világnap, egyre nehezebb a drogok elleni küzdelem. Az ország 1300 versenyzője állt rajthoz, Tolna megyei kajakkenu sikerek is születtek. Jó ütemben halad a Szekszárdi Tudásközpont építése, a szakemberek már a belső tereken dolgoznak, villanyszerelők és festők is megjelentek a hatalmas épületben. A kivitelezés a tervek szerint megy, így úgy tűnik minden adott ahhoz, hogy a következő év második felében már ott fogadjon ügyfeleket a Tolna megyei Íj és Gyula könyvtár és a levéltár. Van olyan terem, ahol már a falakat festik az épülő Szekszárdi Tudásközpontban. A munka tavaly kezdődött, mostanra pedig a belső tereken dolgoznak a szakemberek, egyszerre mintegy 70-en. A falak mindenhol állnak, a vízszigeteléssel 90%-nál járnak a szakemberek, és a gépészeti alapszerelésekkel is végeztek, sőt, a villanyszerelés nagy része is kész van már, így hamarosan kezdik a könyvtárpolcokat beszerelni. Szeretnénk az útépítésnek a szerkezetét elkészíteni télre. Festők föl fognak vonulni szeptemberbe, és július végén, szeptemberben pár fővel a hidegburkoló is meg fog jelenni, és akkor már elkezdjük felöltöztetni a házat. A több mint 3500 négyzetméteres épületben kap helyet a Tolna megyei Íj és Gyula könyvtár, valamint a levéltár. A munkát és az ügyfeleket 3 lift segíti, és 62 parkolót is kialakítanak a szakemberek. A tetőre pedig növényeket és napelemeket telepítenek. A cél, hogy minél fenntartatóbban működjön a létesítmény. Az épület az közel nulla energia osztályú. Elkészült az alaphálózat, és látni a tetőn azt a csőhálózatot, ami a fennkorrendszert fogja ellátni. Az épületben nincs gáz, hőcserélékről fog működni, elektromos meghajtáson. A Szekszárdi Tudásközpontot a tervek szerint 2023 második felében vehetik majd használatba az emberek. A munkaadók kötelesek gondoskodni, különösen a szabadban fizikai munkát végzők egészségének megóvásáról a tartós nagy melegben. A hideg ivóvíz árnyékot adó sátorlap, ponyva mellett rosszul lét esetére mobiltelefonnak is kéznie kell lennie a munkaterületeken, hívja fel a figyelmet a Technológiai és Ipari Minisztérium. A tárca országos munkavédelmi célvizsgálatot rendelt el a rendkívüli hőség miatt szükséges intézkedések ellenőrzése, betartása érdekében. A folyadék veszteség pótlására a munkavállalók igénye szerinti mennyiségben védőitalt, 14-16 Celsius fokos ivóvizet kell biztosítani a higiéni és követelmények betartásával. Arra kell ösztönözni a dolgozókat, hogy negyed óránként, 20 percenként, akkor is igyanak egy pohárral, ha éppen nem érzik szomjasnak magukat. A kávé, a magas koffein és cukortartalmú italok fogyasztását azonban érdemes mellőzniük, mert ezek dehidratálhatják a szervezetet. Korszerűsítik és olcsóbbá teszik a helyi járatos buszközlekedést Szekszárdon. A változásokra nagy szükség van, sok ugyanis a kihasználatlan járat és a szolgáltatásért rengeteg pénzt fizet az önkormányzat. A tervek szerint az új menetrend már a szeptemberi iskola kezdés előtt hatályba lép majd. 10 év után változik meg a helyi járatos buszok menetrendje Szekszárdon. Erről döntöttek a képviselők a legutóbbi közgyűlésen. Erre azért van szükség, mert a mostani szolgáltatás túl drága, és sok a kihasználatlan járat. A jövőben ezért távolsági kocsikat is bevonnak a szekszárdi tömegközlekedésbe. Ez azt jelenti, hogy helyi járatosként használhatják majd a városban élők például a Tolnára, Szálkára vagy Bátaszékre tartó buszokat. Ezáltal egyébként a volánbusznak a becslése szerint egy évben a jelenlegi bevételen nem fedezett költség 50-52 millió forinttal csökkenne.
Vagyis a megtakarítások a tervek szerint több 10 millió forintnyi megtakarítást hoznak évente Szekszárdnak, amire szükség is van. A rengeteg kihasználatlan járat miatt a költségvetést ugyanis évente ennek a sokszorosával terheli a mostani szolgáltatás. Nagyon nagy a mínusz, tehát nagyon nagy a mínusz. Most már évi 200 millió forint környékén van a mínusz, amit fizetnünk kell. A tervezés folyamatába a szekszárdiakat is bevonják. Első körben még két hétig várják a helyiek javaslatait a módosításokkal kapcsolatban. Megszabtunk egy határidőt a július 10, akkor elmondhatja mindenki a kifogását, észrevételét, és utána a Volán ígéretet tett, hogy a felmerült észrevételek figyelembevételével módosíthatja. A cél, hogy az új korszerűsített menetrend már a szeptemberi iskolakezdés előtt néhány nappal hatályba lépjen Szekszárdon. Újra igényelhetnek 0%-os állami hitelt a közép-magyarországi régión kívüli kis- és középvállalkozások a Magyar Fejlesztési Banknál. A hitelprogram segítséget nyújthat a cégeknek a háború és az infláció okozta bizonytalanság áthidalásához. Az Európai Uniós forrású hitelt továbbra is elsősorban készletbeszerzésre, likviditás növelésre, illetve a működési költségek finanszírozására lehet igényelni. 11 darab használaton kívüli monitort kapott Szekszárd megyei jogú város önkormányzatától a helyi humánszolgáltató központ. A gépeket a Karöltve Szekszárdél csoporttal együtt működve hátrányos helyzetű családokhoz juttatják el. Ezek a már nem használt szekszárdi polgármesteri hivataltól származó monitorok kerülnek a rászoruló családokhoz. A humánszolgáltató központ minden adományt örömmel fogad, hiszen mindig sok ügyfelüknek van szüksége ilyen gépekre ahhoz, hogy a családok gyerekei tanulni tudjanak. A Gazdaság és Vidékfejlesztési Bizottságtól kaptunk egy határozatot, hogy felajánlás érkezett a polgármesteri hivatalhoz monitorok tekintetében, és 11 monitor érkezett, és ők bennünket, mint humánszolgáltató központ kértek föl, hogy a Karöltve Szekszárdért csoporttal adjuk át ezt a rászorulóknak. Az adományok szétosztásában a Karöltve Szekszárdért csoport is részt vesz. Ők komplett számítógépekkel is segítik a rászorulókat. Az alkatrészeket szintén felajánlásokból szerzik be. És ez pontosan azt jelenti, hogy 11 családnak tudunk segíteni ezáltal. Ugye tudjuk, hogy az online oktatás most már nagy léptekben halad az oktatásban, de nagyon sok család nem tudja ezzel felvenni a lépést. És a Karöltve Szekszárdért csoportban Megyesi Zoltán az, aki ezzel foglalkozik, ő az, aki a számítógépeket, a felajánlott számítógépeket, monitorokat megnézi, és eljuttatja a megfelelő családoknak. A mostani felajánlást a Megyei Jogú Város Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága kezdeményezte. Mivel az ő dolguk a már nem használt monitorokat leselejtezni, arra gondoltak, miért ne ajánlanák fel azokat olyan helyre, ahol még jó szolgálatot tehetnek. Évek óta tart már az a gyakorlat, hogy ezeket a leselejtezendő eszközöket megpróbáljuk olyan helyre elhelyezni, ahol még van rá szükség. Szeretnénk a realitást talaján maradni, és nem kidobni és megsemmisítőbe helyezni, és mindig vannak jelentkezők, akik ezeket az eszközöket még tudják használni. A háztartásban már nem használt műszaki cikkeket és egyéb berendezéseket is szívesen fogad felajánlásként a Humánszolgáltató Központ és a Karöltve Szekszárdért csoport. Ráfutásos balesetet szenvedett egy sofőr Szekszárdon. A Szent Miklósi utcában hajtott neki egy szabályosan várakozó kocsi hátuljának. Az ütközés során senki nem sérült meg. Váraján pedig egy autós teljes hosszában meghúzott egy szabályosan parkoló kocsit. Sérülés ott sem történt. A rendőrség fokozott figyelmet kér az utakon közlekedőktől. 21 éves drogdílert fogtak a rendőrök Szekszárdon. A férfi a saját lakásán árult különböző kábítószereket legalább másfél éve. Amikor elkapták, épp vevők mentek hozzá. A kihallgatása során minden tagadott, ennek ellenére a bíróság elrendelte a letartóztatását. Ha bebizonyosodik, amivel gyanúsítják, akár 8 év börtönt is kaphat. Világszerte mintegy 200 millió ember fogyaszt rendszeresen illegális kábítószereket. A drogok évente körülbelül 200 ezer ember haláláért közvetlenül felelősek. Az utóbbi évekig Európában a leggyakrabban használt kábítószerek a kannabisz származékok voltak, míg napjainkra jelentősen növekszik a különböző szintetikus, részben még legálisnak számító tudatmódosító szerek használata.
Magyarországon 1997 óta tartják hivatalosan a kábítószer ellenes napot. Nagyon fontosnak tartom, hogy a szülők, hogyha erről tudnak, őszintén beszélni a gyerek, az nagyon fontos lenne. Én azt gondolom, hogy amit nekem a kliensek elmondanak, ha annak fele igaz, hogy mi megy a szórakozóhelyeken, akkor én így néha így nem mutatom, mert próbálok pókerarcot vágni, de elszörnyedek, hogy mennyire jelen van a szem, milyen mértékben van jelen van, és milyen fiatalokat éri. Ma már boldog békéidőknek hívhatnánk azokat az éveket, amikor vegytiszta drogokkal álltunk szemben, mondta Kálóczi Andrea, a Révszenvedélybeteg segítő szolgálat vezetője. Ma már olyan szerek vannak a piacon, melyek hatásmechanizmusát sem ismerjük pontosan, hiszen az összetétel folyamatosan változik, tette hozzá. Emellett a kipróbálók is egyre fiatalabbak lesznek. Ma már nagyon könnyen beszerezhető bármilyen drog, és nagyon gyorsan függőséget is okoznak, és fizikailag is előbb tönkre teszik a szervezetet. 15-13 az ma már olyan nagyon nem lepődünk meg, hogy valakivel olyan mértékű problémák vannak, ami lehet, hogy még nem a függőség, de bizony családi nehézségeket, tanulási nehézségeket, baráti kapcsolatokat abszolút érinti. Tehát bizony egyre fiatalabb életkorban, hát azt mondhatom, hogy talán nyúlnak is hozzá, illetve hogy keresnek meg bennünket. A szexuális adatokat is csak becsülni lehet, mondja Kálóczi Andrea. A függőknek az aránya az több száz főre tehető, a kipróbálóknak az aránya az meg több ezerre. A legnagyobb gond, hogy nincs folyamatos prevenció, az iskolák nem futtatnak rendszeresen megelőző programokat. A helyzeten kíván segíteni Szekszárdváros önkormányzata. Amit a város tenni tud a prevencióra pénztán, a prevencióra mi elkülönítettünk 3 millió forintot, a költségvetés tárgyalásokor az én módosító javaslatom volt, hogy ezt az összeget különítsük el egy drogprevenciós kiállítás megrendezésére. Ez hát már 2 éve húzódik, de sajnos a Covid ugye közbeszólt, úgyhogy az idén ősszel, ha nem lesz vírushelyzet, veszélyhelyzet, akkor megrendezzük a kiállítást, és ezzel a kiállítással egy interaktív prevenciós kiállítással több száz gyereket fogunk tudni megszólítani. A kiállításra várhatóan az iskola kezdést követően szeptember végén, október elején kerülhet sor. Fokozott terhelést jelentenek az allergiások számára a pázsit fűfélék ebben az időszakban. Hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az ilyen növények pollen koncentrációja a következő napokban országosan közepes, helyenként magas szintet érhet el. A csalánfélék pollen koncentrációja jellemzően szintén a közepes, magas tartományban alakulhat. Szakértők szerint nagyon fontos, hogy csökkentsük a fűpollen mennyiségét a füves területek rendszeres kaszálásával. Figyeljünk, hogy a vágás magassága 3-4 cm körüli legyen, mert az elpusztíthatja a már növekvő parlagfű növényeket, viszont a gyepet nem károsítja. Hiába a drágulás, viszik a termőföldet, mint a cukrot. Vannak megyék, ahol már több mint 2 millió forintba kerül egy hektár. Tavaly mégis több mint 50 ezer adásvétel történt. A kertek és a gyümölcsösök mennek leginkább, ezekből 71%-kal adtak el többet tavaly, mint 2020-ban. Az országos forgalom bő kétharmadát kitevő szántóföldeknél 17%-kal nőtt tavaly a forgalom, a kert gyümölcsös kategóriában viszont 71%-os volt a bővülés. Az átlagos hektárár 1 millió 787 ezer forint volt tavaly. Kajak-kenu magyar kupa döntőt rendeztek Faddomboriban. A két napon át tartó eseményen több mint 1000 versenyző állt rajthoz. A szekszárdi kajak-kenu egyesület 36 sportolója méretette meg magát, közülük sokan helyezést is értek el, sőt több számban a döntőbe is jutottak a fiatalok. Szurkolástól volt hangos hétvégén Faddombori. Az országos kajak-kenu magyar kupa döntő keretein belül az utánpótlás korosztály szállt vízre és mérte össze tudását két napon keresztül. Összesen 74 klub több mint 1100 sportolója vett részt az eseményen. Szekszárdi színekben 36 versenyző állt rajthoz. A bajnokság különlegessége az volt, hogy nem csak egyesületeken belüli egységek indulhattak, hanem minden korosztályban lehetőség volt az egyesülésre más csapatok indulóival. Így mindenki ki tudja magát próbálni ezekben a csapathajókban, hiszen ezeket nem
egyszerű jól csinálni, és jellemzően, hogyha már ugye ifi korosztályba kerülnek, és ott ugye egy válogatott hajó jön össze, hogy több korosztály szerepel, több klubból vannak összeülve, nagyon nehéz sokaknak úgymond ebbe a négyesbe aklimatizálódni, úgyhogy ez a verseny és ez a rendszer, ez erre hivatott, hogy ebbe jobbak legyenek a sportolóink. A regionális akadémiai kupáról lehetett feljutni a Magyar Kupa döntőbe. Minden korosztályból a különböző számoktól függően az első három vagy az első öt helyezett vehetett részt a Domboriban megrendezett döntőn. Szakmai szemmel azt látom, hogy nagyon jó hangulat, és bízom benne, hogy nagyon, nagyon színvonalas versenyt láthatunk itt a hétvégén. A szél egy picit nagy lett, és nem annyira kedvez a sportolóknak, de szerintem, mivel, mint ahogy említettem is, nagyon, nagyon ügyes és nagyon jó kvalitásokkal rendelkező sportolók vannak itt, megbirkoznak az időjárás adta körülményekkel. A szekszárdi kajakkenu sportegyesület versenyzői egy arany, két ezüst és egy bronzéremmel érhettek haza a Magyar Kupa döntőről. Regionális híreink következnek. Izgalmas foglalkozások vártak a családokra, a Deseda túrnál is programokkal készültek a múzeumok éjszakáján. 300-an indultak el, kajakkal, száppal, kenúval és sárkányhajóval is teljesítették az idei Balaton átevezést. 10. Mária Gyüri motoros zarándoklat, két kerékre pattantak a déli végek motorkerékpálosai. Tucatnyi izgalmas program közül választhatott az, aki a múzeumok éjszakáját a Kaposvár melletti Deseda tó partján töltötte. A Fekete István látogató központban a többi között mesemondók, gyógynövénygyűjtők, népművészek és természetvédelmi szakemberek várták a családokat. Ha elkezdünk vele dolgozni, és csak ez viszi. Ez holnap is viszi, meg holnap után is viszi. Ennél az asztalnál a kosárfonás alapjaival ismerkedhettek meg az érdeklődők szombaton este a Deseda parton. Ami zarzótechnikás gyümölcsös kosár, karkötőt készítünk a kisebbeknek, gyerekeknek, kislányoknak, és mindenki próbálja a lehető legjobban és az anyagot megismerni, hajlítani, levágni, és minden olyan mozzanatot, amit ő el tud készíteni. Arra törekszünk, hogy amennyire csak lehet, a legtöbbet ő hozzon ki magából, és az ő saját terméke legyen. Itt pedig népi gyermekjátékok és egyszerűbb hangszerek készültek. Nádi hegedűt csináltunk, könnyű volt, de azért kellett segítség. A múzeumok éjszakáján a Magyar Madártani Egyesület kaposvári csoportja is részt vett. A látogatók madárfiókákat láthattak, ezek mentett madárfiókák, énekesrigó és háziveréb. Mindeközben a Fekete István látogatóközpont nagy termében is egymást váltották az előadók. Ezt a fényképet, ezt a Duna-deltában, Túlcsabánságon fotóztam. Volt olyan előadás, amelyik a fényszennyezésről és a Szent János bogarakról szólt. Na, éreztek valami más? Folyamatos volt a sürgésforgás az örömtűz mellett is. Volt itt gyógynövény ismeret, mesemondás és almasütés. Ez csupán néhány a számtalan családi szórakoztató és ismeretterjesztő program közül. Foszforeszkáló arcfestéssel készülünk éjszakai túrával, csillagászprogramunk is lesz, és az estét pedig egy tűzsoglőr bemutató fogja zárni majd. Szombaton este a Deseda elektromos kishajója is többet fordult a szokásosnál, nagyon sokakat csábított ugyanis a sötétedés utáni vízi kirándulás lehetősége. Kajakkal, száppal, kenuval és sárkányhajóval is teljesítették az idei Balaton átevezést. Közel 300-an vágtak neki a Fonyód-Badacsony-Fogyót 9 kilométeres távnak. Idén először pedig félmaratonon, azaz 21 kilométeren is bizonyíthattak a legbátrabbak. A szervezők célja, hogy a Balatont és a sportot népszerűsítsék. A legtöbben száppal, kenúval vagy éppen ilyen horgászkajakkal vágtak neki a Balaton átevezésnek. Most éppen kézihajtást hoztam, de egyébként ide be lehet tenni pedálhajtás is, és akkor lábbal is lehet menni. Idén is több százan vállalták, hogy lapátot ragadnak, és megteszik a 9 kilométeres Fonyód-Badacsony-Fonyód útvonalat. Adta magát a lehetőség, hogy akkor átjövök, és akkor megpróbálom, hogy mennyi dolat tudom ezt teljesíteni. Jevezgetek hobbiból. Voltak, akik hobbiból leveztek, és az élmény miatt vágtak neki a versenynek. Anya, vigyázz, elkapja! Még másoknak az idő is számított, a partról és a vízről is sokan szurkoltak a résztvevőknek. 8-szor fogom átevezni a Balatont,
mint minden alkalommal lányommal, Kirával, és hát ez óriási élmény, és soha nem hagynánk ki. Jó! Újdonság volt idén a félmaratoni táv, vagyis a legbátrabbaknak 21 kilométert kellett teljesíteniük, a leggyorsabbaknak ehhez alig több mint 2 óra kellett. Kicsit elfogyott az energia a napsütéstől, de egyébként teljesen jól éreztem magam. Jókedvűen ér célba a verseny egyetlen sárkányhajó legénysége is. Őszintén szóval tegnap kezdtük, ahhoz képest meg vagyok elégedve a csapattal. Sikerült szépen egyszerre húzni, elsikerült sajátítani a technika alapjait, és az 1 óra 11 perc az így 6 személyel nem egy rossz eredmény. A szervezők célja a Balaton és a vízi sportok népszerűsítése. Előzetesen online felületen 240-en neveztek, viszont még itt a mai napon helyszínen, hiszen adtunk lehetőséget helyszíni nevezésre is, 30-40 fő nevezett, úgyhogy közel 300-an vállalkoznak ma erre a 9 kilométeres távra. A biztonságra is odafigyeltek a szervezők, 500 méterenként vitorlások vagy motorcsónakok állomásoztak a két part között, valamint kötelező volt a mentő mellény használata is. 10. alkalommal rendeztek motoros zarándoklatot a Déli Végek motorkerékpálosai. A 3 napos zarándoklat a Baranyai Mária gyűdről indult és oda is tért vissza. A zarándokok 10 éve minden év júniusában motorra pattannak és Pécset, illetve Hosszúhetényt érintve körtúrát tesznek, Isten dicsőítve. Egyenesen Mária gyűdről érkeztek a zarándok motorosok. Pécsen a Barbakán várfal előtt jöttek fel, majd a Székesegyház magtár felüli oldalán gurultak le a bazilika elé. A motoros zarándoklat a pálos rendi szerzetes Boton testvértől ered. A szerzetes mindig szeretett motorozni, maga köré gyűjtötte a hasonló sportágat kedvelő embereket. Így kezdődött pár emberrel, de több mint 10 évvel ezelőtt, és valahogy szimpatikusak lettek további sok embernek, és akkor megjelent egy honlap is, a pálos honlapon egy ilyen írás, hogy akik elfogadják a pálos szemléletet, azok jöhetnek. A rendszerváltás előtt ki volt zárva az egyház az emberek hétköznapi életéből. A Déli Végek motorkerékpálosainak fontos, hogy napjainkra már ez másként van. Az egyház is részt vesz a szabadidős tevékenységekben. Ez egy szabadidős eltölt, és egyedül is ugyanazt érzem, mint közösségben. Itt a közösség adja a lényeget, hogy azonos világnézeti platformon vagyunk, és evangelizálunk azzal, hogy megjelölünk, hogy motorkerékpálosként benne van a pálos jelző, és akkor hogy kerül ez ide, úgyhogy mi keresztény motorosok vagyunk. A Déli Végek motorkerékpálosai a pécsi állomáson egy tárlatvezetés keretében megtekintették a püspöki palota kincseit, majd a pálosokat látogatták meg, aztán irányt vettek Hosszúhetény felé. Este Pécsen megnézték a Havihegyi templomot a mandulafával együtt. 10. alkalommal rendezték meg motoros zarándoklatukat a Déli Végek motorkerékpálosai. A 3 napos zarándoklat Mária gyűdről indult, és oda is tért vissza. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Már a belső tereken dolgoznak, jó ütemben halad a Szekszárdi Tudásközpont építése. Korszerűbb és olcsóbb menetrend, 10 év után változtatnak a buszok közlekedésén. Kábítószerellenes világnap, egyre nehezebb a drogok elleni küzdelem. Az ország 1300 versenyzője állt rajthoz, Tolna megyei kajakkenu sikerek is születtek. Szerdán napközben még melegebb, tikkasztó hőségre készülhetünk, napos, gomoly felhősödő időben lesz részünk. Az este, illetve éjszaka folyamán erősebb, gomoly felhősödés mellett megnő az esélye záporok, zivatargócok kialakulásának. Heves felhőszakadással, jéggel kísért vihargócok előfordulásához is kedvezőek lesznek a légköri feltételek. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!